felvidéki magyar mártír politikus Eszterházy János boldogá avatásáért tartottak szentmisét március 3-án Egerben, a Minorita templomban. A mélyen vallásos Eszterházy egyedüli volt a szlovák parlament képviselői közül, aki nem szavazta meg 1942-ben a zsidók deportálásáról szóló törvényt, majd később is az üldözöttek, elesettek segítője volt. Ezután szibériai munkatábor, majd csehszlovákiai börtönévek vártak rá, 1957-ben halt meg. Pavel Cebula Minorita szerzetes szentbeszédében Eszterházy János börtönnaplójából idézte az elítélt, Istenbe vetett bizalmát tükröző szavait. A háború vége felé, körülbelül amikor a pesti ostrom kezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a jó Isten engedje meg, hogy akár szenvedések is nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. Ez volt a vágya. Nem azt kérte, Uram, ments meg illetemet, karrieremet, vagy családomat, vagy birtokamat, vagy akár nemzetemet is. Ez volt a legfontosabb vágya szívében. És ez nagyon fontos, mert igen, gyengék, bűnösök vagyunk, de mégis nekem el kell döntenem, mert szabad akaratom van, hogy mi szerint akarok élni, vagy kinek akarok élni. Fontos példa számunkra, ahogyan Eszterházyt Jézus szeretete éltette. Ez adta ugyanis minden reményét, ezt tette alkalmassá arra, hogy le tudja győzni a gyűlöletet és a rosszat magában, fogalmazott Pavel atya. Eszterházy János boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én indult el hivatalosan.